korábbi évekhez képest új eleme volt az ötvös napi programnak az evezés, pontosabban a kenuzás, melyre Elcsiből és Budapestről összesen mintegy 100-an jelentkeztek. A római parttól való indulás után 42 kilométeres távot kellett teljesíteni a mezőnynek, melyben szép számmal voltak olyanok, akik most ismerkedtek először a vizes műfajjal, és olyanok is, akik többször megevezték már ezt a szakaszt. Talán ennek volt köszönhető, hogy a társaság a budapesti részt elhagyva több apró csoportra forgácsolódott, és ennek megfelelően a beérkezés időpontjában is több órányi eltérés mutatkozott az első és az utolsó egység között. Közel a végcélhoz, az ötvös kápolnánál a résztvevők tisztelegtek a túra névadójának emléke előtt. Ki jobban elfáradt, ki kevésbé, az biztos, hogy a friss levegő jót tett az étvágynak. Így hamar elfogyott a 2 kondérnyi remek gulyásleves, melyet a csónakház udvarán fogyaszthatott el a brigád. Az étkezéssel párhuzamosan is akadt még vizes program, hiszen a túrát kísérő római gálya még órákon keresztül hajóztatta a gyermekeket a kápolna és a hajó kikötő közötti szakaszon. Kapitány úr, nem mindennapi látvány ez a gálya, amivel érkezett, mit érdemes róla tudni? Ezt a római parton építettem 13 évvel ezelőtt, azóta szántam vele a Dunát. És hát ez volt az ötvös túrának a kísérő hajója, mi volt a program? Kísérni kellett a hajókaravánt, akkor, amikor a budapesti szakaszt leküzdöttük, akkor az élen álltam, később hátramentem, a lemaradókat segítettem, és volt egy borulás is, amit viszont sikeresen kivédtünk. Félfüllel hallottam, hogy valamiféle együttműködési megállapodás is kibontakozni látszik az Óbudai Sportegyesület, illetve az Elcsi Vízi Sportegyesület között. Erről mit lehet tudni? Nekünk több egyesülettel van együttműködési megállapodásunk és iskolákkal is. Én önkormányzati tag vagyok Óbudán, tehát van tapasztalatom ezeknek az együttműködéseknek a hatékonyságában. Ha két egyesület egy ugyanazon területen ugyanazt akarja, de két külön városban, akkor az együttműködés szinte kötelező, mert így tudják a programjaikat összeilleszteni és együttműködni. Arról se feledkezzünk el, volt egy neveztetés itt a Dunán, amikor már megérkeztek. 7 turnusban, általában olyan 6-7 gyerek volt, és a kísérőszülők is, hiszen ilyenkor azért szívesen veszem, hogyha a papa, nagypapa, nagymama, stb. Anyukák együtt jönnek a hajósok gyerekekkel. Nagyon szeretem, hogyha a kisgyerekek már korán megismerkednek a hajózás élményével, és ez egy olyan hajózás élmény, amit soha nem fognak elfelejteni öregkorukra.